Lehet hallani? Nagyon jó, köszönöm szépen a visszajelzéseket. Első körben szeretném kérni, hogy tegeződjünk, úgy mégiscsak könnyebb egy kicsit beszélgetnünk így a távolból is. Az első webináriumom alkalmával nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének folytatást kérni az e-book készítés rejtelmeiből, és a mai estére újabb két alkalmazást hoztam. Úgy próbáltam megoldani, hogy alsó tagozat is kapjon némi útmutatást, illetve a felsősök vagy a középiskolában alkalmazható, kicsit bonyolultabb programot is hoztam a ma estére. A két eszköz kicsiknek és nagyoknak. Az egyik eszköz a Book Creator, amit egy online alkalmazás formájában fogok megmutatni nekik, nektek, és kiválóan alkalmas akár hangos könyv készítésére is. A másik pedig a Kotobi e-book készítő szoftver lesz, amivel egy igazán ütős interaktív elektronikus könyvet tudtok készíteni többfajta platformra. Akár 3D modellt, widgetet vagy quizt is lehet beleintegrálni. Én igazából a prezentációt is itt be is fogom fejezni, és nem a prezentációt fogom nektek vetíteni, hanem élőben fogom mutatni azokat a lépéseket, aminek a segítségével végig tudtok haladni, és ti is ki tudjátok próbálni, illetve a későbbiekben vissza tudjátok nézni, hogy hogyan tudtok ilyen digitális könyvet létrehozni. Ezzel én a prezentációt bezárom. Mielőtt elindulnánk a digitális könyv készítéssel, az első és legfontosabb lépés, hogy készítsünk egy olyan könyvtárat valahol a munkaasztalunkon, vagy egy háttértárunkon, ahová összegyűjtjük azokat a képeket, videókat és eszközöket, amiket használni fogunk az e-book készítése során. Én ide összegyűjtögettem néhány képet, amit majd a könyvkészítés során alkalmazni fogok. Összegyűjtöttem nektek azokat a linkeket egy Word dokumentumba, ami érdekes lehet a számotokra. Az első, hogy magát a Book Creator programot a tanárblogban találtam, Prievara Tibornak az egyik cikkében, egy Windowsra is kiválóan alkalmazható szoftverként, és ott találkoztam szintén olyan linkekkel, ahol meg lehet nézni egy rövid videó formájában, hogy mire használható, illetve rengeteg videó sorozatot, webinárium sorozatot találtam ezzel az eszközzel kapcsolatosan. Ennek az applikációnak van egyetlen egy hátránya, mégpedig az, hogy csak Google Chrome-ban lehet futtatni az online változatát, ezért én a Chrome-ot már elindítottam, és a Chrome-ban az app.bookcreator.com weboldalon érhető el. Erre a weboldalra kétféleképpen lehet beregisztrálni, vagy diákként, vagy pedig tanárként. Én természetesen a tanárkénti regisztrációt már megcsináltam, és most be fogok jelentkezni. Láthatjátok, hogy a bejelentkezés lehet már meglévő Google fiókkal, vagy ha az intézményetekben van Office 365 licensz, akkor azzal, de egyébként lehet bármelyik más e-maillel is a regisztrációt megcsinálni. A bejelentkezés után, aki először lép be, az első bejelentkezés során nagyon fontos, hogy lépésenként végigkísér benneteket egy folyamaton. Természetesen ezt már itt nem fogjátok most látni, hiszen én már a regisztráción túl vagyok, de lépésről lépésre 4 pontban felsorolja, hogy mi a teendőtök. Az első teendő a regisztráció után, hogy hoz létre egy könyvtárat az osztályod számára. Tehát nagyon fontos, hogy egy egész osztály számára meg tudod osztani, és itt láthatjátok is, hogy egy kódot kapunk, amikor egy könyvtárat létrehozunk, és ezt a kódot, hogyha a diákjaitokkal megosztjátok, akkor a diákok a regisztráció után ezt a kódot beírják, és csatlakozhatnak az adott könyvtárhoz, így mindenki tudja látni ebbe a könyvtárba feltöltött könyveket. Tehát az összes diák megnézheti a diáktársainak a munkáját is. Ebben a könyvtárban most még nincs könyv, tehát miután a kódot megadtuk és meghívtuk a diákokat, akkor indulhat a könyvkészítés. Nagyon egyszerű a felülete, és nagyon könnyen kezelhető. A bal felső sarokban láttok egy New Book nevű gombot, egy plusz jellel, és ha rákattintotok, akkor már is ki lehet választani, hogy milyen legyen az adott elektronikus könyvünknek a kinézete. Lehet portré,
lehet négyzet alakú, lehet fekvő, 4-3 arányban, és lehetnek természetesen különböző képregény formátumok. Én most a Landscape 4-3 arányban típust választom, és amint rákattintottam, akkor rögtön a borítóval találom magam szemben. A borító egy üres lap, amit aztán mi töltünk meg tartalommal, mégpedig lehet bele szöveget, lehet bele videót, lehet bele képet, lehet bele akár még hangot is rögzíteni. Tehát a pluszjára a jobb felső sarokban, ha rákattintunk, akkor a média fülnél lehet importálni saját gépünkről videót vagy képet, de lehet akár a Drive-ról is megosztani egyéb már feltöltött képünket, úgyhogy én első körben majd innen fogok a saját gépről feltölteni egy képet. Mielőtt nekikezdenénk a borító átalakításának, azt is tudnunk kell, hogy egy könyv ugye nem egyetlen egy lapból áll. Ha a bal felső sarokban a saját könyvemen belül a Pages gombra kattintok, akkor rögtön láthatjátok, hogy igazából három lapot hozott létre, egy borító és még két másik könyvlap az, ami megtalálható alapból ebben a könyvben. Hogyha bármelyik lapot kiválasztjuk, akkor az automatikusan szerkeszthetővé válik, ha pedig a könyvek jobb alsó sarkában látható kis három pontra kattintunk, akkor lehet másolni, vagy pedig újabb lapot beszúrni. Vagy pedig akár el is távolíthatjuk az adott lapot. Ennek akkor van jelentősége például ennek a másolásnak, hogyha szeretnénk egyfajta sablont végigvinni a könyvünkön, tehát egy lapon beállítjuk a hátteret, vagy akár elhelyezünk rajta olyan állandó elemeket, amelyik minden könyvön szeretnénk, ha ott lenne, minden könyvlapon szeretnénk, ha ott lenne, és akkor a másolással ezeknek a klónjait tudjuk létrehozni. Tehát én most ezt a harmadik lapot ki fogom törölni. Először a borítót fogom megszerkeszteni, és a borítóra egy szöveget fogok felírni, a text menüpontot használva. A text menüpont, látjátok, hogy nagyon egyszerű, csak egyszerűen begépelem a szöveget. Én a medvékről fogok egy kis elektronikus könyvet imitálni most nektek. Tehát Medve történetek lesz a címe. A Medve történetek címet, ha beírtam, akkor itt rögtön tudom félkövérré dőlté vagy aláhúzottá tenni a szöveget, illetve tudok rá linket rakni, de ha ezt a címet én egyszerűen csak jóvá hagyom a Dán gombbal, akkor utána látjátok, hogy bekerült egy szövegdobozba, és a szövegdoboz az akár elforgatható, akár nagyítható a mérete, és amennyiben a szövegdobozon van kijelölt állapotban, akkor a jobb felső sarokban lévő információ gombbal már is a benne lévő textet sokkal mélyrehatóbban tudom formázni, változtatni. Az első csúszkával a méretét tudom szabályozni a beírt szövegnek, akár húzással is, akár kattintgatással is lehet a betű méretét változtatni. És természetesen a szövegdobozt is igazíthatom hozzá. Alatta az igazító gombokkal beigazíthatom középre a szövegemet, betűtípust tudok változtatni benne. Nem érdemes nagyon kalligrafikus jellegre váltani, én azt gondolom, tehát valami vaskos kis szöveget hagyva. A betű színét meg tudom változtatni. A betű színénél általában alapszínek vannak meghatározva, de a plusz jelre a teljes színkeverő skálát megkapom, amit már esetleg a gyerekek, még az alsós gyerekek is ismerhetnek, akár a Paintből, akár más alkalmazásból. Ha beállítottuk a betűszínt, akkor az Apply gomb jóváhagyásával rögtön megtörténik a színváltoztatás. Természetesen lehet rá árnyékot, lehet a betűnek a háttérszínét kiemelni, akkor ennek a szövegdoboznak a háttere fog megváltozni, lehet hátrébb küldeni, előrébb hozni, ezeket a funkciókat most nem fogom kipróbálni, de egy vastagítást azért még megejtek rajta. Amennyiben kívül kattintok ezen a szövegen, és megszűnik a szövegdoboz kijelölése, akkor az információ gomb az teljesen átalakul, és láthatjátok, hogy a lapnak a hátterét lehet változtatni. A lapnak a hátterét változtatni az alapszínekből választva,
vagy itt is a plusz jellel további színekkel lehet felhozni, és további színeket lehet kiválasztani, vagy pedig előre gyártott sablonokból, elég kevés sablonból, de azért lehet sablonból választani, hogy négyzetrácsos legyen a háttere az oldalamnak, vagy nagyobb négyzetrácsok legyenek rajta, vagy valamiféle papírhoz hasonló lenyomat legyen, vagy egy világosabb lenyomatú papír háttérrel is beérem. Hát lehet, hogy most ennek a erős lila színnek esetleg valami halványabb szín lenne jó, de igazából a színnek csak akkor van jelentősége, hogyha a gyerekeknek azt szeretnénk megmutatni, hogy érdemes valami olvasható felületet készíteni, amin a betűszínek jól látszanak. Ha ezzel megvagyunk, akár a nyitó borítóra is lehet olyan képet felhelyezni, ami itt a borítónak a kezdőlapján fog csak megjelenni. A plusz jellel most akkor importáljunk be egy ilyen képet, és választunk a saját kompjúterünkről, az előre gyártott elemek közül, a lementett képek közül. Hát a medvékhez illően én egy micimackó képet fogok választani, feltéve, hogy elbírja a gépem a megpróbáltatást. Nagy nehezen sikerül, és megtörtént a kép beillesztése. Láthatjátok, hogy a kép most pillanatnyilag túl nagy és letakarja a szöveget, egy kattintással ki tudjuk jelölni, ugyanazokat a műveleteket, mint ahogy a szövegdobozzal itt is végrehajthatjuk, a képet elforgathatjuk, a sarkainál fogva méretezhetjük, vagy akár hátra küldhetjük, előre hozhatjuk. Az is megoldható. Ha a borítónk megvan, akkor ismét a Pages laphoz fordulunk, és jöhet a második oldalnak a szerkesztése. A második oldalra, ha kattintunk, akkor ezt is meg szeretnénk tölteni tartalommal. Ide is szeretnék egy képet beilleszteni. Beimportálom a saját számítógépemről, és a kiválasztott képet feltölti. A képet áthelyezhetem, fölé egy szöveget beilleszthetek. A szöveg beillesztése már az előzőekhez hasonlóan történik, és egy medve család címet fogok neki adni. A szöveget csak feljebb helyezem, és az információs gomb segítségével megnövelem egy picit a méretét, hogy jobban látható legyen, de nem fogom túlságosan tovább cifrázni a dolgot. Ide ehhez a felülethez akár egy hangot is beilleszthetnénk, amit természetesen mikrofonnal lehet felvenni, és a gyerekek biztosan nagyon élveznék. Tehát ha velük készítetünk egy ilyen egyszerű kis bemutatót, akkor nekik annyira nagyon nem is kell gépelni, ez főleg a kicsiknél előny, amikor ők még nagyon nehezen találgatják esetleg a betűket a billentyűzeten, nincsenek egészen bejáratódva, hogy melyik betűt hol és milyen gyorsan találják, és ha időre kell mondjuk egy tanórán ezt a feladatot megoldani, akkor lehet velük hangot rögzíteni. A hangrögzítéshez elindíthatjuk a Start Recording gombot, és a visszaszámlálás után elindulhat a hangfelvétel. A medvék téli álmot alszanak. A rögzítés vége, és ezt a felvételt szeretném használni. Láthatjátok, hogy megjelent a képen egy kis hanglejátszó gomb, ezt természetesen áthelyezhetjük, és amikor előnézetre váltunk, akkor ezt a hangot szépen le tudjuk játszani az eszközön való kattintással. Jobb felső sarokban a lejátszás gomb, és akkor induljon a lejátszás az elejétől. Tehát a medve történetek, a borító képe, kattintásra szépen lapozza, jön a második lap, és a hanglejátszás is megtörtént. Hogyha a könyvünkkel elkészültünk, akkor ezt a könyvet is megoszthatjuk, és itt a megosztáson belül publikálhatjuk, és letölthetjük e-book formátumban is, vagy akár ki is nyomtathatjuk. Tehát ez egy nagyon egyszerűen, nagyon könnyen kezelhető alkalmazás,
úgy gondolom, hogy harmadik, negyedik osztályos gyerekek már kiválóan tudják használni. Az elején kell egy kis segítség nekik, amikor a beregisztrálást jóvá kell hagyni, de úgy gondolom, hogy az intézményekben, ha van Office 365, akkor a gyerekeknek van generált e-mail címük, amivel ezt a regisztrációt, ezt a beléptetést meg tudjuk csinálni, és onnantól kezdve már a könyvtárhoz tudnak csatlakozni. Szeretném nektek megmutatni azokat a linkeket, amiknek a segítségével ennek a használatában ötletet gyűjthettek. Például van egy 50 oldalas gyűjtemény. Reméljük, hogy be is töltődik. Ötven útja a Book Creator használatának az osztálytermünkben, tehát ebben olyan ötleteket találunk, amit kiválóan lehet alkalmazni az egyes tantárgyakba való beintegráláshoz. Minden egyes ötlethez megtekinthetünk videót, ezeket a linkeket természetesen látom, van, aki kérdezi, ezeket a linkeket én ugyanúgy, mint korábban meg fogom veletek osztani, tehát el fogom küldeni majd a Zsófinak, és a Zsófi ki fogja küldeni hozzátok. Tehát ebben rengeteg ötlet, hogy matematika órán, más tanórákon hogyan lehet a diákokkal ezt az alkalmazást használni, mennyire kreatívan tudják beépíteni és megosztani egymással az adott tevékenységet. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó mankó lesz a számotokra. Kollaboratív munka, kis csoportban, ezekre rengeteg példát lehet itt találni. Jó, ezt majd megosztom veletek, és végig tudjátok nézni. A másik link, amit még ugyanehhez a Book Creatorhoz alkalmaztam, az a videósorozat webinárium, amit online találtam. Persze ez csak angolul van meg, ez a videósorozat. Ennek ellenére olyan szépen mondják, és a gyerekek természetesen, vagy akár a felnőttek is, a mutogatással is nagyon könnyen tudják ezt értelmezni. Tehát nem okoz problémát a webinárium tartalmának megtekintése akár angol nyelven sem. Igen, valaki kérdezte, hogy bármikor szerkeszthető-e a későbbiekben. Amikor a későbbiekben belépsz, akkor a saját könyveid között ezt megtalálod, és bármikor szerkesztheted. A másik fontos dolog, tehát itt a webináriumokat sorra lehet majd nézni. Én most le fogom némítani, és itt sorba egytől növekvő számsorrendben rengeteg ötletet és rengeteg webináriumot találtok az adott témában, amik nagyon sok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy hogyan tudod kreatívan használni. Visszatérve a beépíthetőségre, illetve a módosíthatóságra, igen, hogyha egy könyvet elkészítesz, akkor később az edit gombbal bármikor visszatérhetsz, és ezt a könyvet bármikor tovább szerkesztheted, vagy akár tovább bővítheted alapjait. Tehát az is lehet, hogy a gyerekek elkezdtek egy történetet, és tanóra végéig nem tudták befejezni, vagy akár el tudom képzelni, hogy egy Ludás Matyi, vagy egy hasonló olvasmány feldolgozásakor elkezditek az egyik órán, és a következő órán szeretnék a csoportokkal a gyerekek folytatni, akkor minden további nélkül bővíthető. Ami még nagyon fontos, hogy bár teljesen nem ingyenes a verzió, de 40 ilyen könyvet tudsz ingyen elkészíteni egy regisztrációval, úgyhogy úgy gondolom, hogy az akár egy egész tanévre kitarthat ez a 40 könyvnek az elkészítése, sőt nem is vagyok benne biztos, hogy ezt mindet fel fogod használni a tanév során, hiszen nem minden órán csinál az ember e-bookot, de vannak olyan történetek, amiket fel lehet hangos könyv formájában dolgozni a gyerekekkel, vagy akár más módon. Sőt, ha nem könyvet készítesz, akkor akár az is lehet, hogy egy-egy brosúrát, vagy egy-egy plakátot készítesz az adott alkalmazással, vagy készítesz a gyerekekkel. És akkor sok mindent fel lehet helyezni egy ilyen könyvnek a borítójára. Ez lenne az első alkalmazás, amit szerettem volna megmutatni nektek, és akkor most az e-book kreátortól elköszönök. A következő alkalmazás a Kotobi nevű program, amivel egy olyan interaktív e-bookot lehet készíteni, amelynek a segítségével akár kvízt,
vagy 3D objektumot, vagy akár olyan widgeteket tudsz beimportálni, amivel a gyerekek különböző módon szórakozhatnak. Majd közben a kérdésekre fogok még válaszolni. Látom, hogy van, aki kérdezte az előzővel kapcsolatban, hogy hány oldalt csinálhatunk egy könyvnek. Nem láttam, hogy lenne-e határa, de utána fogok nézni, és ezeket a kérdéseket később meg fogom válaszolni, amikre a pontos választ most nem tudom. Tehát a következő alkalmazás az a Kotobi nevű program, ami kifejezetten nagyoknak, tehát egy valóban interaktív applikáció, és egy nagyon ütős e-bookot lehet vele készíteni bármilyen platformra. A techwork.hu oldalról lehet letölteni, illetve itt látok egy nagyon részletes bemutatást arra, hogy milyen módon és mire tudjátok alkalmazni, ezt a linket is meg fogom veletek osztani. Magát a Kotobit, a kotobi.com honlapról tudjátok letölteni. Maga a letöltés szintén regisztráció köteles, és a regisztráció után megkaphatod a saját ingyenes licenszedet. Tehát nagyon fontos dolog, hogy bár fizetős, de mégis ingyen mindent kipróbálhatsz. A regisztráció után 2 darab e-mailt fogsz kapni. Az egyik e-mail a regisztrációdat igazolja vissza, a másik e-mailben pedig kapsz egy licenszkódot, amit az első telepítés után érdemes beírni, mert ez a kód, ez a serial number fog hozzájárulni ahhoz, hogy utána az e-bookodat ki tud exportálni különböző formátumokban. Én ezt a Kotobit már letöltöttem, és a gépemre fel is telepítettem. Az ikonja itt látható, és körülbelül azt hiszem, hogy 80 megabyte méretű az egész alkalmazás, tehát nem nagy méretű, könnyen letölthető, egy regisztráció után hozzáférsz az ingyenes licenszkódodhoz, és a telepítés után automatikusan tudod indítani, és ezt a licenszkódot beírni. Amikor elindítjuk magát az alkalmazást, akkor első alkalommal egy üdvözlő ablakkal találkozunk, ezt ki is lehet kapcsolni akár, én azonban megtartottam azért, mert hogy kétféle méretű, kétféle elrendezésű e-book lapot lehet beintegrálni az elektronikus könyvünkbe, és én szeretem, hogyha felkínálja ezt a kétféle lehetőséget. Azt is láthatjátok, hogy lehet már elkészített dolgokból is megnyitni, lehet egy PDF-et is beimportálni és azt felhasználni, vagy akár HTML-t is lehet importálni, és egy HTML oldalról is lehet e-bookot készíteni. Én ezeket most nem fogom alkalmazni első körben, ezért az üdvözlő ablakot most bezárom. Miután az üdvözlő ablakot bezártam, akkor tulajdonképpen a képernyőnek a bal és a jobb oldalát fogom először megmutogatni nektek. Bal oldalon látható egy olyan menüsor, ahol a szerkesztés fülön állunk, és jelenleg szerkesztés módban vagyunk. A menüpontokban tulajdonképpen ugyanazokat a lehetőségeket lehet elérni, amit egy normál programban, a File menüpontban megnyitni, importálni, akár menteni, a Beállítások menüpontban pedig a nyelvet, a felszínt, felugró ablakokat lehet bezárogatni, és hasonló bővítményeket lehet még innen kiiktatni. A nyelvet érdemes már rögtön az elején beállítani, és ha megnézitek, a magyar nyelv is megtalálható benne, tehát tudja a magyar ékezetes magánhangzókat is kezelni. Amint a beállításokban a magyar nyelvet választottuk, rögtön a menüsor is magyar nyelvűre változik. Egyébként maga a felső menüsor is, meg a baloldali menüsor is, illetve a jobb oldali menüpontok is angol nyelvűek maradnak, az alapértelmezett nyelv az angol. A felső menüsorban ugyanígy láthatjátok eszköztár formájában is az új könyv kérését, megnyitni, menteni, menteni másként opciókat, alatta pedig láthatjátok rögtön a könyvnek a borítóját. A könyvünknek címet adhatunk, kezdőképernyőként én az első e-könyvemet fogom alkalmazni. Az első e-könyvem cím után különböző fejezeteket hozhatok létre, és a fejezeteknek címeket adhatok. Új fejezet gombra, ha rákattintok, akkor felkínálja, hogy
milyen formátumot szeretnék, átrendeződő tartalmat vagy fix tartalmat. Ennek a későbbiekben akkor lesz majd jelentősége, hogyha megnézzük előnézetben a lapokat, és meg tudjuk tekinteni azt, hogyha fix a tartalom, akkor ez a böngészőben is elő szokott fordulni, hogy esetleg problémát okoz, mert nem látom eltérő felbontású képernyőkön ugyanazt a tartalmat, illetve ha mobil applikáción segítségével, mobiltelefonon vagy iPad-en szeretném megnézni a tartalmat, akkor nyilván a fix tartalomhoz vagy össze kell zsugorítanom a képet, vagy lapoznom kell, görgetősávot kell használnom a teljes tartalom megtekintéséhez. Ezzel szemben, ha egy átrendeződő tartalmat választok, akkor automatikusan igazodik majd a képernyő vagy az eszköz méretéhez. Ezt mindjárt meg is fogjuk nézni. Én ilyen átrendeződő tartalmat fogok választani, és akkor a fejezeteket el fogom nevezni. Két lapot fogok adni, az első, illetve a második oldal, illetve tovább fogom még szaporítani további két fejezettel. A harmadik és a negyedik fejezetet már automatikusan innen vette a neveit az oldalaknak, és azt folytatta tovább. Hát maradjunk akkor a hírek a medvékhez, és akkor az első oldalt, ha kiválasztom, akkor a fehér területen, az ablak középső részén ezt az első oldal tartalmat tudom szerkeszteni. Az első oldal tartalmához kattintok a lapra, és elkezdhetem beírni a szöveget. A szöveg a medvék cím lesz, és itt rögtön, ha kijelölöm a szöveget, akkor az általános formázási beállításokat megtalálhatom, amiket már megszoktunk akár egy Word dokumentumnál, vagy akár egy Wordpadnál. Beállíthatom a betű típusát. A betű típus természetesen nem olyan gazdag, mint egy Wordnél, de azért az alapbetű típusok megtalálhatók. A betű mérete, az igazító gombok, de ugyanígy lehet a szövegnek a hátterét kiemelni. Itt látható fenn a betű színét változtathatom, illetve a betűnek a háttér színét változtathatom. Én most nem fogom tovább ezt formázgatni, csak így hagyom. És ide az első oldalra szeretnék egy képet beilleszteni, akkor a további elemek beillesztéséhez a jobboldali eszköztárat fogom használni. A jobboldali eszköztárak közül beilleszthetek egyetlen egy képet, beilleszthetek képgalériát, linké alakíthatom a szöveget, vagy éppen könyvjelzőt készíthetek belőle, interaktív kérdéseket, úgynevezett kvíz kérdéseket, videókat rakhatok be, hangot is betehetek. Ez a vezérlő, ez tulajdonképpen a widget. Gondolom a widgetről már sokan hallottatok. Vannak előre elkészített widgetek, ezek úgynevezett kis egyszerű mobil alkalmazások, vagy applikációk, amiket könnyen lehet használni, kis játékok, kis számológép és egyéb kis egyszerű leprogramozott eszközök. Lehet 3D objektumot beszúrni, ennek egyetlen egy hátránya van, hogy ennek az objektumnak, ennek a 3D objektumnak OBJ kiterjesztésű fájlnak kell lennie, azonban ilyet a Blender program tud készíteni, vagy az interneten is találtam nagyon sok olyan letölthető OBJ 3D-s grafikát, vagy fájt, amit ide aztán be lehet importálni, és nagyon látványossá válik. Na hát kezdjük akkor a képbeillesztéssel. Ha rákattintok a képbeillesztése gombra, akkor a kép hozzáadásával a saját meghajtóról, a saját gépünkről tudunk képet beilleszteni, és az asztalon a már meglévő e-book mappából fogok egy képet betenni. Amikor a képet beillesztem, akkor itt látom a kicsinyített ikonját. Lehet állítani szélességet, magasságot, ez maradhat akár automatikus, vagy beírhatok konkrét értékeket. Én most egy 400x300-as képméretet fogok választani, ez pixelben értendő. Szövegkörbefuttatását is ki tudom választani, hogyha szeretném, hogy a kép mellé szöveget is illesztek, akkor azt is beállíthatom. De én most nem fogok se pozícionálni, se más egyebet, csak egyszerűen létrehozom a képet. A kép bekerült az adott pozícióba, és hogyha a képet szeretném eltávolítani, akkor ezt megtehetem és kitörölhetem, módosíthatom, újra szerkeszthetem. A jobb alsó sarokban látunk egy előnézet gombot, ha erre rákattintunk,
Hallotok? Bocsánat, közben valaki kérdezte, hogy mi történik. Hallotok rendesen? Rendben, jó, köszönöm szépen. Megnyugtattatok, hogy nem magamnak beszélek. Köszönöm. Tehát az előnézett gombra kattintva meg lehet nézni, hogy hogyan fog ez kinézni majd e-book formájában. Erre majd még a későbbiekben visszatérek. A második oldal szerkesztésénél szeretnék egy képgalériát berakni, és először ide is egy szöveget fogok elhelyezni, képek a medvékről. A képgaléria beszórásakor természetesen a galériának az a lényege, hogy ott több képet helyezzek el, és ha most rákattintok a kép hozzáadására, akkor egyszerre több képet is ki tudok jelölni, és a több képet hozzá tudom adni a felülethez. Amint rákattintottam a megnyitás gombra, akkor itt alul szépen sorba láthatjátok, hogy minden kép hozzáadásra került. A gép ezt jól mutatja. A képgalériának is beállíthatjuk a méretét, hányszor hány pixel széles legyen. Itt is lehet szövegkörbefutást, lehet a hátterét változtatni a képgalériának. Én most ilyen apróságokkal nem fogok foglalkozni, hogy a végére tudja kérni a bemutatónak, és meg tudja mutatni majd nektek még a végkifejletet is. Tehát létrehozom a képgalériát, bekerül a képgalériánk, és már is láthatjátok, hogy van rajta egy lapozófül. Amint a lapozófülre rákattintok, akkor mondja, hogy az interaktív elemeket csak előnézetben lehet megtekinteni, ezt később fogjuk megtenni. A harmadik oldalra egy videót fogok elhelyezni, ehhez a medve élelmet keres. Bocsánat. A medve élelmet keres címet fogom írni, és a videó beszórása történhet úgy, hogy saját videót importálok be a gépemről, vagy láthatjátok, hogy akár YouTube videó is mehet. Én letöltöttem egy YouTube videónak a linkjét, ezt most innen ki fogom másolni, hogy ne kelljen a keresgéléssel időt töltenem, és akkor ezt a videót fogjuk most ide belinkelni. Amikor a videó linkjét beraktam, még érdemes a szélességre és a magasságra időt szentelni. Ha 100%-on hagyom, akkor kitölti a teljes képernyőt. Én most ezt is pixelre fogom állítani, és szintén egy körülbelül 400x300-as pixel méretre fogom összezárni a videót. A létrehozás gomb után a videó beimportálódik, persze ezt is lejátszani csak előnézetben tudom. Valaki írja, hogy bocsánat, nem hallak, megállt a kép. Másoknak is megállt a kép, vagy a többiek hallanak? Rendben. Ha minden oké, akkor köszönöm szépen, és mehetünk tovább. Akkor valakinél lehet, hogy internet kapcsolat probléma van. Jó, köszönöm szépen. Tehát, ha a videót beillesztettük, akkor utána még lehet a videót szerkeszteni, tehát kicserélni, átméretezni, vagy akár a bezárás gombbal ki is törölhetem. A negyedik oldalra szeretnék egy kvízt beilleszteni, ehhez a kérdések gombra fogok kattintani, és a kérdéseket, ha megnyomom, akkor először egy címet adhatok neki. Első kérdés a medvék táplálkozásáról. Legyen ez egy többszörös választás, feleletválasztós kérdés. A kérdéshez beírom az első kérdéshez a szöveget. Mit teszik a medve? Akár képet vagy magyarázatot is adhatok hozzá. Adjunk hozzá egy kicsi képet most, ha megtalálom. A kicsi kép bekerült, és rögtön látszik a miniatűröknél is, illetve súlyozhatom a pontot. Én két helyes választ fogok elfogadni, és ezért két pontot fogok adni a kérdésre. A válaszokat itt tudom felsorolni, hát egyen a medve természetesen mézet, egyen halat, és egyen még nem tudom, papírt. Most elnézést kérek, hogyha ilyen ötlettelen és néha blöd dolgot is beírok, de nem ez a lényeg. Jó.
Gulyás Krisztina írja, hogy neki lefagyott, és van, akinek akadozik. A többiek hallanak engem? Jó. Köszönöm szépen a visszajelzést. És két kérdés, két, három válasz elég is lesz. A negyedik választ, ha el szeretném távolítani, akkor egyszerűen csak a mínusz jelre kattintok, és három helyes válasz közül, illetve bocsánat, három válasz közül lehet kiválasztani a helyeseket. Ebben az esetben, amit helyes válasznak ítélek, azt bepipálom, és arra fogja adni a pontot, hogyha a helyes válaszokkal egyezőt választ a diák. Létrehozom. A létrehozás gomb után természetesen rögtön megjelenik a kvíz, és ott láthatjátok a helyes választ. A válasz kipipálása után előnézetben természetesen, vagy az eredeti kiexportált formátumban a kézgombra kattinthatok, vagy a válaszokat törölhetem. És akkor szeretnék még egy ötödik lapot, és az ötödik lapra szeretnék egy widgetet beilleszteni. Egy vezérlőt fogok választani, a vezérlők közül vagy egy olyat, hogy az oldalvezérlő beilleszkedik a lapba, és egy HTML5 fájlcsomag formájában lehet beimportálni, vagy pedig egy felugró ablakban fog megjelenni. Én most a felugró ablakot fogom választani, de mielőtt ezt kiválasztanám, szeretném nektek megmutatni, hogy ezt a widgetet én előre letöltöttem. Ez a widget egy tömörített formátumban kell, hogy jelen legyen, tehát zip formátumban kell, hogy a rendelkezésünkre álljon. Én a puzzle nevet adtam neki, és ezt a widgetet le lehet hallasz tölteni. Minket? A Kotobi elektronikus könyvkészítő alkalmat. Igen. Itza? Igen, én hallak. Bocsánat egy pillanatra. Háó, itt hallasz minket? Van, aki nem hall. Vagy hall engem bárki? Igen, én hallak. Jó, a többiek írják, hogy náluk minden oké. Okay. Engem Rendben, akkor hallatok? úgy látom, hogy csak Zsófinál akadoznak a hangok. Úgyhogy akkor én tovább folytatom, nem tudom, de hogy beleférjünk az alkalmazásba. Minden, egyébként ti halljátok Icát rendben? Nekem nagyon-nagyon akadozik, és a kép is, és a hang is. Oké. Okay. Ha mindkettőnket hallatok, akkor rendben van, akkor csak én nem hallom Icát akkor. Mindkettő. Így van, rendben van. Köszönöm szépen a visszajelzést. Tehát akkor ott tartottunk, okay. Jól van. Hogy egy tömörített formátumú widgetet kell előállítani. Ehhez az e-book készítő alkalmazás, vagy a Kotobi szerkesztősége, illetve a fejlesztői két olyan oldalt ajánlanak, ahonnan lehet ilyen ingyenes widgeteket letölteni. Az egyik a Bookri. A Bookri oldaláról a widget menüpontot, ha kiválasztjuk, akkor itt egy egész könyvtárat találhatunk lejjebb gördítve, Visit our widget library, és itt megtalálhatjátok azokat a kis egyszerű alkalmazásokat, amiket zip formátumban le lehet tölteni, és aztán be lehet az e-bookotokba tenni. Lehet tudományos számológépeket, szókitaláló játékot, és minden más egyéb alkalmazást. Nekem a Bookrival egyébként a mai nap folyamán gondom volt, ugyanis elindult a widget betöltése az e-book könyvben, aztán onnan visszadobott az előző oldalra, és megszakadt a betöltés. Ezért én a Book Widget oldaláról töltöttem le egy saját widgetet. Ez ingyenes, ez az oldal, tehát egy regisztráció után itt is lehet saját widgetet készíteni, és én a regisztráció és a bejelentkezés után testre szabtam a saját widgetemet. Itt láthatjátok a bejelentkezés után. A widgets menüpont alatt lehet kiválasztani, hogy mit szeretnétek kinézni magatoknak, és itt kategóriába csoportosítva, bocsánat, a widgets menüpont alatt, na vissza a home-ra,
visszapróbálok jutni a nyitó oldalra, de mégsem sikerül. Tehát a widgetek kategóriákba felsorolva megtalálhatók, és azok közül lehet másolatot készíteni. Ha a másolatot elkészítjük, akkor azt simán testre szabhatjuk. Így készült el az én saját widgetem, amiben egy medve puzzle-t raktam össze. Itt láthatjátok, a szerkesztésnél egyszerűen csak megváltoztatjátok a képet, beállíthatjátok, hogy hány darabra szabja fel horizontálisan, vertikálisan, és aztán szépen a mentés után le lehet tölteni. A letöltés után bekerül ez a zip tömörített fájl, és ezt kell majd a widgetként nekünk hozzáadni az e-bookunkhoz. Akkor ennyi bevezető után tehát, ha kiválasztottuk jobb oldalról azt, hogy egy vezérlőt vagy widgetet szeretnénk az e-bookhoz hozzáadni, akkor kiválasztjuk a vezérlő fájl hozzáadását, és onnan érdemes ezt a zippelt fájlt kiválasztani és megnyitni. Egy kis idő szükséges ahhoz, hogy ezt feltöltse, de nem túl hosszú idő. A feltöltődés után itt is lehet állítani szélességet, magasságot, be lehet szabályozni, hogy legyen-e rajta bezárás gomb, annak hol legyen a helye. Én most ilyeneket nem fogok állítani, egyszerűen csak létrehozom a widgetet. Miután a widget elkészült, itt is láthatjátok, hogy nem a teljes képkirakót vagy puzzle-t látjuk, hanem csak a kezdőképernyő ikonját, és itt is van szerkesztőgomb, illetve van bezárásgomb. Ha úgy gondoljuk, hogy a könyvünk elkészült, akkor jöhet a testreszabás, mielőtt az exportálást elkészítenénk, és a testreszabásnál, ez az üzenet ne jelenjen meg többet, a testre szabásnál betöltődik a kezdőképernyője az e-bookunknak, és lehet tesztelni. A könyv betöltésére egy picit várni kell, és megvan már is az első oldalunk, és itt lehet szépen lapozgatni. Megnézhetem, hogy hogy néz ki teljes nézeten, megnézhetem, hogy néz ki számítógép monitoron. A számítógép monitoron az e-bookom így fog kinézni. Megnézhetem, hogyan néz ki mondjuk egy mobiltelefonon, egy Samsung mobiltelefonon. Láthatjátok, hogy a tartalom automatikusan igazodik, tehát flexibilis az adott területhez, amin meg tudjuk tekinteni. Megnézhetem, hogyan néz neki egy iPad-en vagy egy iPad mini-n. Tehát ez nagyon jó lehetőség arra, hogy tesztelhetem előre az e-bookomat, hogy az adott eszközökön hogy fogja a tartalmat megjeleníteni. Én most maradok a teljes nézetnél, és itt szépen végiglapozhatom a könyvemet, és már itt láthatjátok, hogy a képgaléria is szépen működik, és a képeket megpróbálja úgy méretezni, hogy az általam megadott méretbe szépen beférjen. Menjünk a következő oldalra, a következő oldalon a videó lejátszás gombra automatikusan elindul, reméljük. És a hang és minden más egyéb az szépen élvezhető, és az általam megszabott méretben látható. A videót megállíthatjuk, elnémíthatjuk. A következő oldalunk, az ugye egy tesztkérdés volt. A tesztkérdésre bocsánatot kérek az elírásért, mit teszik a medve. A méz és a hal volt ugye a helyes válasz, amit elfogadunk, a kézgombra kattintva ki is értékeli, és azt írja, hogy ez egy kérdésből egy helyes válaszunk volt, tehát összesen megkaptuk a 100%-ot, a teljes pontot az adott kvíz kérdésünkre. Jöhet az utolsó feladatunk, a widget. Ugye arról volt szó, hogy egy kezdőképet fog nekünk berakni, és erre való kattintás után egy felugró ablakban jelenik meg a widgetünk. Ez a widget azonban nem csak bemutatás céljából használható, és nem teljesen ingyenes, amit én készítettem, de itt láthatjátok, hogy szépen alkalmazható, és a gyerekeknek bármilyen widgetet, bármilyen alkalmazást, ami illeszkedik akár az adott témához, amit feldolgoztok, az beilleszthető, alkalmazható, és nagyon szépen lehet vele dolgozni. Miután a könyvünk teljes egészében elkészült, akkor jöhet az exportálás. Az exportálásnál, ezt az ablakot én bezárom, mert nem kell nekünk, az exportálásnál rengeteg lehetőséget láttok. Lehetnek szabványos fájlok, egy sima EPUB-ban is kiexportálhatom,
akkor egy e-book olvasóval is megtekinthetem a tartalmat. Lehet titkosítottat választani, lehet PDF-re exportálni, lehet Word dokumentumba kiexportálni. Látjátok, hogy a titkosított EPUB az sajnos csak vásárlás után érhető el. Ezek az opciók azonban, ami a létrehozás gomb elérhető alattuk, ezek azáltal lettek elérhetővé a számunkra, hogy a regisztrálás után lévő licensz kódot azt ide beillesztettük. Webes alkalmazásként is kiexportálhatjuk, számítógépes alkalmazásként is kiexportálhatjuk, számítógépes alkalmazásnál Windowsra, Macre is optimalizálva van, lehet mobil alkalmazásként kiexportálni Androidra vagy iOS-re, lehet egyszerűen egy integrálható elemes könyvet készíteni belőle, ezt akár egy Moodle felületre be lehet integrálni, vagy online is lehet tárolni. Én most egy számítógépes alkalmazás exportot fogok választani, és a létrehozás gombra kattintva meg kell adnom a helyét, hogy hova kerüljön. Ugyanabba a mappába fogom exportálni, ahol maga a widgetem is van, és az általam megadott néven egy zip formátumú mappát vagy fájlt fog nekünk letölteni. A mentés gombra kattintva kis türelem után elkészül ez az e-book. Remélhetőleg. Közben, ha a mappát is figyeljük, akkor készülőben van az első könyvem zippelt változata. Megpróbáljuk megvárni, amíg elkészíti, mert nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ezt az alkalmazást utána a számítógépen tudjam alkalmazni, ezt a tömörített fájlt ki kell tömörítenem, egy mappába kitömörítem, és lesz benne egy exe fájl, és további más egyéb mappák mellette, amik az összes tartalmat, amit az e-bookba beraktam, tartalmazni fogják. Ha ezt az exe fájlt elindítom, akkor mindenféle fajta egyéb eszköz nélkül és applikáció nélkül fogom tudni alkalmazni és megtekinteni ezt a könyvet. Hogyha ezt a könyvet újra szerkeszteni szeretném, akkor természetesen érdemes elmentenem ilyen Kotobi autor formátumban is, és utána bármikor megnyitom, módosítok benne, és akkor újra kell exportálnom ahhoz. Elkészült az alkalmazás, és akkor nem szeretném megvásárolni, csak ingyenesen használni. Ha minden igaz, akkor itt van az első e-könyvem zip fájl. Ezt a zip fájlt szeretném egy jobb egérgombbal kicsomagolni egy mappába, aminek az első könyvem lesz a neve. És igazából látom, hogy valaki kérdezte, hogy Linuxra alkalmazható-e megye. Linuxot nem láttam, de utána fogok olvasni, és megválaszolom a kérdést. Miután a mappát kitömörítettem, és megnyitom a könyv mappáját, akkor láthatjátok, hogy itt rengeteg olyan DLL fájl és egyéb olyan fájlok kerültek bele az e-bookba, amik segítik neki az összes interaktív elemet összerakni, amit belealkalmaztam, és az exe fájlt kell elindítanom. Egy dupla kattintással való indítás után teljes joggal birtokba vehetem a könyvet, és ugyanazokat a funkciókat fogom látni, amiket a tesztelés során az előnézetben is láthattam és alkalmazhattam. Ez egy nagyon összetett e-book készítésére alkalmas, és nagyon jól alkalmazható, főleg azáltal, hogy akár mobil applikáció, vagy mobiltelefon formájára is ráhúzható. Úgy gondolom, hogy a középiskolás diákok ezt kifejezetten szeretik, hiszen ők mindenre alkalmazhatónak tartják a mobiltelefonjukat, és valóban akár ilyen célra is fel tudjuk használni a mobiltelefonunkat. Tehát minden funkciója ugyanúgy alkalmazható és kipróbálható, mint ahogy az előnézetben az megtörtént. Nekem ennyi fért volna bele az iránymutatásba. Mi az, ami nem fizetős belőle? Tulajdonképpen láthattátok, hogy nem fizetés nélkül az összes ilyen funkciót, amit itt végigcsináltam, használhattam. Most bezárom ezt az e-könyvet, és visszatérek ide. Tehát fizetés nélkül szerkeszthetem, nyelvet állíthatok be. Ha viszont a borítónak szeretném a képét megváltoztatni, vagy a háttérszínét,
akkor az nem feltétlenül sikerül, tehát az már egy fizetős opció. Vagy láthattátok, hogy az exportálásnál, hogyha olyan alkalmazást szeretnék, olyan szabványos alkalmazást, olyan IPAB-ot, ami titkosított jelszóval van levédve, akkor az is vásárlási opció. De tulajdonképpen a nagy részét, amit az oktatásban használhatunk, azokat egy regisztráció és egy serial number beillesztésével végigpróbálhatjuk, alkalmazhatjuk. Körülbelül 10 könyvet próbáltam végig és exportáltam ki, és egyetlen egyszer sem kiabált, hogy nem folytathatom tovább, mert meg kell vásárolnom. Egyébként ebben a Word dokumentumban megtalálhatjátok azt az oldalt is, ahol rengeteg hasonló videót tudtok megtekinteni az alkalmazásáról, mint ahogy a fenti Book Creatorról is találtok videó webinárium sorozatot, tehát itt is rengeteg olyan segítséget találtok, ami segít eligazodni a vele való műveletek elvégzésében. Én remélem, hogy nagyon hasznos dolgot tudtam nektek mutatni. Én nagyon élveztem, miközben kipróbáltam ezt a két alkalmazást. Egyet sajnálok, mégpedig azt, hogy úgy gondoltam, hogy az e-book kreátor, amit elsőként mutattam, úgy gondoltam, hogy az arra is alkalmas, hogy a gyerekek együtt közösen alkossanak egy könyvet, arra viszont nem találtam lehetőséget. Olyat viszont találtam, hogyha egyik gyerek csinál egy könyvrészletet, meg a másik gyerek is csinál egy könyvrészletet, akkor ezt a két könyvet utána egybe lehet montírozni. Tehát van arra lehetőség, hogy kombináljuk a már meglévő könyveket, tehát lehet azt csinálni, hogy csoportmunkában kiosztom, hogy az egyik csoport az egyik rész dolgozza fel a történetből, a másik csoport a másikat, a harmadikat, és végül a három könyvet összefűzni egy közös történetté. De biztos vagyok benne, hogy ti még nagyon-nagyon-nagyon sok ötletet fogtok ehhez hozzátenni, sok ötlettel fogtok szolgálni, és nagyon megköszönném nektek, hogyha meg is osztanátok velünk ezeket a tapasztalatokat, hogy ki hogy tudta esetleg kipróbálni, milyen sikert aratott a diákjainak a körében. Közben látom, hogy valaki még itt kérdezte, hogy internet hozzáférést igényel-e a lejátszása. Ha számítógépes asztali alkalmazás formátumba exportáljuk ki, akkor nem kell internet elérés a Kotobi alkalmazáshoz. Láttátok, hogy egy sima Excel kell hozzá, és ez az Excel minden alkalmazást legenerál ahhoz, hogy ez az asztalon simán internet nélkül is futtatható vagy alkalmazható, levetíthető legyen és megtekinthető legyen. Van-e még valakinek esetleg olyan kérdése, azokat nyugodtan itt az ablakba, hogyha beírjátok, én vissza fogom nézni, és esetleg, ha van olyan kérdés, amit nem tudtam megválaszolni, akkor remélem, hogy sikerülni fog a választ megadnom rá. Ezt mindenféleképpen meg fogom nézni, hogy Linuxra van-e lehetőség ráhúzni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien meghallgattatok, vagy végighallgattatok, és remélem, hogy tudtam nektek olyan tippeket, ötleteket adni, amivel egy kicsit élvezetesebbé tudjátok tenni a diákoknak a tanítási órát. Nagyon szépen köszönöm. És akkor igen, Zsófi megosztotta a linket, hogyha a részvételről szeretnétek oklevelet a digitális témahét kapcsán, igen, ezt még így akkor egy érdemes párszor ide kitölteni rakom, a linken az igényt, hogy és akkor meg fogjátok elérjétek. kapni. És akkor nyugodtan töltsétek ki. Nagyon szépen köszönjük Icának az előadását, és elérhető lesz, ez visszanézhető lesz a YouTube csatornákon.